mikor döntöttél úgy, hogy ezt a szakmát választod? Hát már elég régen eldőlt, mert gyerekkoromban is szerettem így fával foglalkozni, meg barkácsolgatni. De aztán középiskolában úgy hozta a sors, hogy nem indították azt az osztályt, amiben én szerettem volna menni, és így terelődtem át aztán élesbe az asztalos szakmára. Hát a végzettségemet tekintve épületasztalos vagyok, de mindennel foglalkozunk, tehát bútorokat is készítünk ugyanúgy, mint nyílászárót, vagy esetleg falburkolatot, vagy bármi hasonló, amit épületasztalos vagy bútorasztalos szakmához is köthető. Hova jártál, hol végeztél, és mi motivált, hogy egy vállalkozást indítasz? Az 505-ösben tanultam a szakmát, ott volt az elméleti képzésünk, vagy hát akkor már Szent László szakképzőiskola volt, és hát ez a döntés úgy született, hogy mikor végeztem az iskolával, akkor nem volt lehetőségünk elhelyezkedni, illetve nem sok. Rengeteg helyen megköveteltek minimum 3 év szakmai tapasztalatot, amit egy frissen végzett ugye nem tud felmutatni. Így a szakmunkás vizsga után elmentem és elvégeztem az árt szakmát, ami 2 éves volt. Aztán abban is megpróbáltam elhelyezkedni, ami szintén nem sikerült, így jött a döntés, hogy önállóan fogok dolgozni. Nem jutott eszembe ez, hogy a korom ellenére nem fognak keresni munkával. Voltak referenciáim, amit a tanulói éveim alatt készítettem, és volt olyan szerencsém, hogy egy nagyon jó képzőhelyen végeztem a gyakorlati tanulmányaimat, ahol rengeteg mindent, tehát nagyon széles körűen tudtunk mindenbe betekintést nyerni, és ezeket is hát felhasználtam így referencia gyanánt, mivel önállóan kellett foglalkoznunk már akkor minden olyan dologgal, amit feladatba kaptunk. A családod támogatott-e abban, hogy ez a vállalkozás létrejöhessen? A szüleim teljes mértékben mellettem álltak. Hát nem hiszem, hogy nagy titkot árulok el, hogy anyagilag is, de lelkileg főként édesanyám nagyon sokat segített ebbe a dologba, meg édesapám is, és hát velük együtt sikerült ez, mert nélkülük nem biztos, hogy így el tudtam volna jutni idáig, vagy egyáltalán elindulni. Egyetlen egy alkalmazotta van az én cégemnek, ő egy falubeli fiatalember, a Dávid, aki nemrég végzett az iskolában. A másik 2 kollégám, ők pedig, nekik külön saját vállalkozásuk van, viszont együtt dolgozunk nap, mint nap. Így sokkal jobban tudunk érvényesülni a piacon is, és tudjuk segíteni egymást, mert ez olyan szakma, ahol ugye azért el kell 2-nél több kéz. Milyen termékeket gyártotok? Gyártunk konyhabútort, illetve mindenféle más bútort, tömörfából is, bútorlapból is. A nyílászárókat, ezeket nem mi gyártjuk, úgy gyártatjuk le, hiszen nekünk nincs akkora felszereltségünk, amivel hatékonyan le tudnánk gyártani a nyílászárókat. Viszont mi készítjük elő a felületeket felületkezelésre, mi felületkezeljük, illetve vasaljuk és üvegezzük, és ezek után beépítjük a helyszínre. A bútorok is úgy készülnek, hogy más cégekkel szabatjuk le a táblaanyagokból, illetve jelzáratjuk le a lapokat, és ezután szereljük össze itt a műhelyben, és visszük ki a helyszínre beépíteni. És amikor egy-egy bútor elkészül, beépítitek, mi a legnagyobb öröm? Hát nekem mindig is az volt a legnagyobb öröm ebben az egészben, amikor ránéztem egy elégedett megrendelő arcára, hiszen egy olyan értéket állítunk elő ezzel, amit ők évekig, évtizedekig, tehát nem csak ők, hanem az utódjaik is használhatnak, akár egy konyhabútor, akár egy nyílászáró, és ez a legnagyobb öröm, amikor a megrendelő megáll a termék előtt, és mosolyogva nézi, vagy simogatja a bútort, vagy bármi ilyesmi. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy itt a faluban, és gondolom a megyében is, már megismerjenek, mint egy jó szakembert? Hát kellett hozzá jó pár év,
amire egyáltalán innen a faluból kifele is tudtam dolgozni. Nyilván elsősorban azért ehhez ismerettség is kell. Így a szülők ismerettségein is keresztül is alakult ez a dolog, aztán már a saját magam híre, ha mondhatom így, akkor ez vitt előre. Gondolkodsz abban, hogy esetleg még bővíted a vállalkozás létszámát? Hát a létszámát egyelőre nem. Azért az ember örül, mikor meg tud tartani egy szintet. Külső behatásoktól félve sem szeretnénk egyelőre bővíteni. Majd, hogyha későbbiekben úgy látjuk, hogy szükséges lesz, akkor nyilván örömmel, és szeretnénk inkább környékbeli kollégákat felvenni ide, mint hogy messzebbről kelljen valakit ide hozni, dolgozni. Sikerült pályázatot is nyernetek? Kezdő készlet, hogy úgy mondjam, ez egy pályázaton keresztül sikerült ezekhez a gépekhez hozzájutni, illetve a vállalkozást is elindítani. És azóta hát már cserélődött a géppark, illetve fejlődött, és szerettünk volna még pályázni a tavalyi, illetve a tavaly előtti évben, ezek nem sikerültek bizonyos okok miatt. Remélhetőleg lesznek még ilyen pályázatok, amiket mindenképpen megpróbálnánk igénybe venni, hogy bővítsük a gépparkot, ami pedig azért lenne jó dolog, illetve fontos, hogy le tudnánk csökkenteni a megrendelések és a kivitelezés közti határidőket. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.